Magyarország legnagyobb és egyik legmodernebb szarvasmarha istállóját adták át csütörtökön Dunakilitin. A Csepke Farm beruházásában közel 1400 box férőhelyes új tehénistálló készült el. Az átadó ünnepségen a cég ügyvezetője ismertette, a Csepke Farm az itt lévő szarvasmarha telepről a családi vállalkozás saját mosonmagyaróvári sajtgyártó üzemébe viszi és dolgozza fel a tejet. A cég egyébként rendkívül dinamikusan fejlődik. Az utolsó fejlesztésünk, amit 2020 évelején adtunk át, abban az üzemben már tavaly sikerült 4200 tonna sajtot gyártani, és elérni 4,5 milliárdos árbevételt. Ott tartunk jelenleg, hogy ezt az üzemet sajnos kinőttük, belekezdtünk egy újabb fejlesztésbe, megvásároltuk a szomszéd telephelyet, és azt gondoljuk, hogy ezeknek a fejlesztéseknek a révén tudja az élelmiszeripari cégünk ugye a bevételét növelni. Az eseményen Kovács Andor Tamásné dunakiliti polgármestere kiemelte, a beruházás jelentős lépés a település gazdaságának életében is, amely európai szinten is útmutató vállalkozás. Hozzátette, Dunakiliti életében hosszú évszázadokra nyúlik vissza a mezőgazdaság jelenléte. Mi itt Dunakilitin egy dinamikusan fejlődő településen élünk. Egy olyan településen, amely iparilag fejlett, de amelynek a mezőgazdasága is jelentős volt évszázadokkal ezelőtt is már. Hiszen gondoljunk csak arra, hogy már az 1800-as években a dunakilitiek a bécsi meg a pozsonyi vásárba vitték terményeiket, hajtották állataikat, bár akkor még az úsztatásos pásztorkodás volt a jellemző itt a sziget közben, de mindkét fővárosban, vagy mindkét városban jelentős neve volt a szigetközi portékának. Nagy István agrárminiszter arról beszélt, hogy példaértékű, ami Dunakilitin történik. Az, hogy ma egy 1356 férőhelyes új tehénistállót avatunk, ez egy jelentős állomás a család életében. Évtizedes munka eredménye és állomása. Hiszen hallhattuk, másfél évtizede foglalkoznak ömlesztett sajtok gyártásával a megrendelői számára a Profood Flexum Kft. A cég az elmúlt évek során folyamatosan fejlődött, új üzembe is kezdtek, 17-ben pedig saját szarvasmarha farmot vásároltak. 18-ban döntöttek úgy, hogy az eddigi márkázott termékeik helyett egy kibővített termékpalettával egy teljesen új márkát vezetnek be a piacra, és ehhez igazítva a cég arculatát is megváltoztatták, és innentől eredeztethető a Csepke Farm elnevezés is. Az 1,8 milliárd forintos beruházás során Magyarországon egyedülálló keresztszellőztetéses technológiával készült el az istálló, amely szenzorokkal ellenőrzött, kiváló körülményeket biztosít az állatoknak. Emellett a cégnél folyamatban van a szántói öntözés fejlesztési beruházása is, ez megfelelő mennyiségű és minőségű takarmány biztosít a szarvasmarháknak. A vállalat célja, hogy családi vállalkozásként egy vertikumot hozzanak létre.